Bernhard Németiből, Moros Mercének nagyjak támogatásával érkezett Csontos Zsuzsa 2012-ben a legfiatalabbként harmadik helyezett Hajdú Szoboszlóról jött, Makovicski Ákos új kígyósról, és a Patekas Lajos, aki harmadik és egyedik helyezett is volt a korábbi váltákon. Szóval itt jönnek a kicsit mondanánk, de aztán nem kiderül ám, hogy nagyon-nagyon tudnak lovagolni. Nagyon ismerik állatot, együtt élnek vele, és pont úgy izgulnak, mint a nagyok. Amelyre járnak, nyugodtan biztosság, tapsa őket, hiszen nem mindennapi pillanat ez egy kicsit áll életében, akkor közel 10 000 néző és sok 100 000 televízió néző előtt bemutathatják tudásukat. És nyugodtan tapsolják meg a felvezető osztályéket is, mert fogva hangol benne a aki, ha egy kicsit még kitart, utolér is Kurtéti uramat, és most 85 éves. Valahogy én lovagolhatom be Bécs városába, Kurtéti és társamester uram is, amikor tartotta ezzel az árpályát. És úgy látom, hogy az ifjak között is van már, aki dombi módon tud komplikálni, szórja a puszikat úgy, ahogy az illik, természetesen szeretné ezért bezsögelni a nagy csapsot. És ennek a biztató szavak is. Ő hatan a Magyar Kocsa kisütár vágta döntőjének résztvevői szépen lassan elfoglalják helyüket a Miklósó színben. Lehet látni, hogy ezek a kórus is mennyire föl vannak útra szakkifejezéssel élve. Itt kell őket visszafogni. Reméljük egy nagyon gyors és sima startot láthatunk majd. Visszaindítani őket. Hölgyeim és uraim, tisztelt vendégeink, a 7. Nemzeti Vágta Magyar Posta kisütár vágtáján az a döntője. Másodperceken belül kezdődik itt a Hősök terén. Hajnal József, Éles Virág, Moros Mercedes, Csontos Zsuzsa, Makovicski Ákos és Ibja Fazekas Lajos részvételével. Valamelyes a starter, a képer, másodperceken belül elkezdődnek, tehát a döntő, a Magyar Posta is utávágta döntőjével. 2014-ben itt a Hősök terén, feltűnnek ott a start egyenekre, ahova úgy látom, hogy van Krisztiákozó a fány, aki nem bír magával, az egyik esélyes. Egy 5 éves, Sötétfej Kanta, Páni, borzasztóan gyors volt tegnap az előfutam. 51-49, és az idő eredményeket nézem, akkor ő a favorit, de a képen pedig Hajnal József Mózessel, a 12 éves Forfónival. Nincs start az első, indítás az érvénytelen. Legalább egy másik versenyrányban áll minden lótát, mind a 6 ló, és azt jelenti azt a startpozíciót, amit el lehet engedni aztán a versenyzőket. Lehet látni, hogy mindenki mennyire indul, hiszen gyakorlatilag itt a célon úgy szaladtak keresztül, mint hogyha kihoztak volna. Őket a bíró valamint a harangszóval jelzik számunkra, hogy ismét álljanak be a starton.